Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Szép estét kívánok! A következő műsorunk megkezdjük, amiben nem lesz más, mint a The Long Dark bemutató és teszt, mivel már nagyon sok újdonság került a játékba, amióta utoljára rávetettük a szemünket. Na, szevasztok srácok! Hát igen, kipróbáljuk a The Long Darkot. Ugye már nagyon régen játszottuk bele, amikor még nem volt story mode, most meg már van, aztán gondoltam, akkor csapatsuk. Nem is húzom az időt, azt mondja, hogy nyomunk egy olyat, hogy New Story Mode, és már bele is ugrunk a kalandokba, úgy, ahogy köl. Keeper Verity lesz a mentésünk, aztán adjuk neki egyébként. Sok mindent nem tudok a játékról, az íragyítással barátkoztam az, még a videó felvétele előtt, hogy tökéletesen elsajátítsam a különböző fortélyokat a játékban, és nem tudom, hogy mit beszélek hülyeségeket, de megpróbálunk játszani azzal a játékkal. Egyébként ugye régebben nem volt sztoriból a játékban, ahogy mondtam, és akkor gyakorlatilag annyi volt, hogy próbáltál túlélni a vadonban, de fogalmat sem volt, hogy mi a szarban. Mert igazából nem tudtad, hogy a francba kerültél oda, meg hogy miért van az, hogy például elhagyatott minden, meg ilyesmi, tudod, de... Na, úgy tudom, hogy most már még NPC-k is velek és küldetéseket lehet csinálni nekik, meg még egy csomó minden csuda jó dolog is. Na, akkor gyerekek, veressük, mint az őrültek. Annyit akartam még mondani, hogy elvileg most már annyit tudunk talán, hogy lezuhantunk valamilyen repülő alkalmatossággal, és ezért vagyunk itten a fagyos pusztába, hogy a segünk befagy, mint a szar. Ez most mit beszél Astridot, meg valami más, mondjuk nevet is mondott ez a bácsi. Mi ordítunk? Ajj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 
a fémszilánk a kicsi kacsonkba, ami lehet, hogy nem túl jó neki. Azért tudsz valamit, öcsém, kikapta mint a szart. Na verjük neki, vegyél már. Hű, hideg van mint az alatt. Na várjál, bogyót gyűjtünk, hogy mi ez? Nem. Azt mondja, hogy kellene nekem valami söltört keresni, az azt jelenti ugye, hogy a bongó helyett, hogy ne dögöljünk meg. Gyűjtögetünk közben mindenféle cuci-mucit. Ez 10 percben talán és 42 kalóriában, hogy ezt levakarom. Ugye ez így működik, az jó, gyűhet. Ez úgy működik, hogy különböző tevékenységek bizonyos időben és kalóriában vannak. Ez is például ugye, hogy ezt levakarjam onnan. Majd a gyerek, olyan lassúak vagyok, mint és például ennek a kinyitás is, nézd meg, hogy 9 percig tartana meg mit tudom, hány kalória. Mi nem biztos, hogy nekünk az most kifizetődő, hogy itt vagyunk meg a pakolba. A Lezuant repülőgép, ez mi az? Itt is egy cardbox, de azt hiszem, hoppa, első segély csomag. Hopp, nagyon fagy a valagunk, nézd oda, mutatja, hogy a... Jó lenne belehúzni, mert bajok nem kicsik. Igen. Első segély nyújtás, survival dolgok első fejezet. Most kapjuk össze magunkat, mint a szart, mert... Ez mi ez? Arnyek. Sticket. Igen, és már kezd fagyni a csákó. Igen, fire. Fire-t kell csinálni, az nagyon fontos nekünk most. Nehogy megburdoljunk, úgyhogy én már előre kiokulátam, hogy van itt egy ilyen bőrű. És akkor van egy olyan, hogy ki lehet választani, mit akarsz csinálni. És akkor lehet távol tüzet különböző lerakható dolgokat, amelyik tök jó dolog. Most ezt még nem tudom lerakni, maré. Ne szólják hozzá, mi nem tetszik. Invalid location, hát de hova rakjam a... ide engedjek. Itt fog megmurdolni, ez túl közel van, nem? Na itt van, hogy mit akarsz belebaszni a tűzbe. Ugye kell egy starter, kell egy Tinder. Ez valamit nem tudom micsoda, és akkor stick, meg ilyesmi, oké, start fire. Ne szórakozzál, hogy még ez időbe telik, hát gyújtsad meg azt a tüzet nagyon hamar. Nyomjad. Most akkor ilyenkor így megtámadom mentve, akkor itt fogok megmurdolni, mi? Mondom, nem fog megtámadni, de remélem, hogy ez nem baj, hogy ide kiraktam ide a pusztába. Na, indul meg, more. Igazából nem zavar, hogy ott a roncsoknál ott
ég a tűz, igazából be is hozhattuk volna a Fuck Logic, ugye. Minek az nekünk? Jó, megtörtént. Plusz 6 fok, oké. Okay. És most akkor menjünk rá szerintem az ősősegélyre. Elvileg van egy olyan, meg tudjuk nézni, hogy mi a problémánk. Biztos fáj a torka dolgozónak, úgy látom. Vérzik a torka. Így nézünk ki, úristen, kicsit az orrunk, nem tudom, hogy nézünk ki, mint egy alkoholista bohóc. És itt vannak a tárgyak, ajánl meg more. Van bandage-ünk, applijunk valahova. Igen, a nyakunk vérzik, hát akkor kössed befele már. Lehet, hogy az nem egészséges, hogy perforált a nyakici. Jó van? Megtörtént az esemény? Jó? Melegszünk is, fasza. Még 54 percig ég a tűz, tök jó, régebben... Mi történt? Második nap! Jó, hogy elment az idő, gyerekek, szalad az idő, mint az őrület. Na. Nehogy már most meg szomgyús vagyok, meg ehes. Várjál, radiál menü, az ilyen körülakú menü, mindjárt megnézem, mi van. Várjál, ez mi? Nincsen se pia, se drink, ugye? Akkor kiköle innen van szorognom, hogy keressek vagy, hogy drinkeljünk valamit? Leégett tavaly. Jó van, adjunk neki gyerekek, veressük. Várjál, ez mi? Ezt már kirámoltam, nem? Aha. Voltak itt ilyenek-e? Jó, hogy hogy meddig tart. Sivan kézzel, 12... Próbáljuk meg. Most ezt én itt fölfeszítem, ugye megy az időm. És mit kaptam cserébe? Sem. Meg hogy mit kell csinálni esetleg? Még mondhatnád, nem számít, hogy nem tudom. Jó, hát menjünk, nem tudom mi lesz most velem, hallod? Ott vannak valamik, és még mindig írogatja, hogy ki csinálta. Van itt láda-e? 12 percig tartta, hogy ott ezt szíja fajkolom, add ne. Ez mi? Militári. És gyufa, akkor várjál, dobjunk be egy izét, kaját, nem? Ezt betudom, ugye? Ez mi az 24 szal, nem valami jó alapotból, nem? Két gyufa. Edd meg. Jó, most egy kicsit ugye megkönnyebbültünk. Bedobtuk a kaját, várjál! Van egy olyan, hogy... Oda nézd, menj fölfele a HP-v is. Egy olyan, hogy mennyire vagyunk. Hány fog van? Hát így mínusz 15-nek érzem, nem túl jó. Itt van valami izé van. Nem tudom, még meg gyógyét adom magam? Álljál meg. Hát ezt valahova felapriztam. De hát nem annyira gyógyult meg. Várjál, mi ez? Van egy könyv esetleg, hogyha olvasni szeretnénk. Akkor miért ne? Várjál, itt is. Itt lesz a pia, figyel! Mi ez? Nyufa az van bőven, gyerekek. Jó, nem törjük össze a ladikót. Most már csak szomjus vagyok, mint a zatom. Várjál, izé. Radiál menüről makogod valamit. Campfire. Hát, az... Food, drink. No drinks. Ja, és akkor egyből tudnék innen enni, nem kéne ugye matatni a pakba. Hát de honnan ne vegyek italt, hallod? Biztos innen kell, azt mit fogok őt megdögleni, mert nem veszem észre. Mit csinál a fingerrel? Még fagyja is meg, na. Nem tudok futni. Mert nagyon fáj lába, vagy nem tudom mi a túró van. Én nem tudok menni erre, gyerekek. Ó! Felejtsd el, bazze! Kell valami pia? Biztos van valami pia itt. Most nem azért itt a hó, nem? Ha itt van, megeszem, megolvad, mit tudom én. Várj, ez mi? Nem kell nekem. Elkezdi nem kell. Hát, kösz. Krics. És most meg megint fagyok meg, bazd. Jó. Gyújtsunk be szerintem, nem? Mi az? Aha, itt van, olvasd a havat. Jó van, igen, fölfel forralni, ilyesmi, oké, jó van, de hogyan?
Ugye begyújtok, ne aggódjatok, gyerekek, itt valaki izében gyereklábbal közlekedett. Jó, begyújtok valamit mindjárt. Megnézem, hogy ez tábortűz, ami volt, azt nem lehet, mert ma megint lefagy a tökünk. Ha lehet ez, figyeld el. Start fire. És dobni kör rá. Biztos kell hozzá, ugye, hogy felolvasszol, hamar kell hozzá tűz. Azt gondolom, ez egy evidens dolog lesz. És akkor talán valami csodával meg tudom ezt oldani. Gyerekek, come on, come on! Nehogy már el is császheted, mert megvadulok. Gyógyj meg azt a tüzet. Micsoda fadarabok, mi? Igen, ilyen kicsit ilyen, nem is tudom mire emlékeztetnek, mint valami száraz kutyaszar. Vagy pedig inkább valami, nem is tudom, szögletes banánok, amik egyenesek. Rohadt banánnal rakunk tüzet. Na várjál! És akkor most... Mit tudok ezzel csinálni? Food? Water! Itt van el, izé! Itt van, hello gyerekek, megtaláltuk, ne szórakozzá! Melt. És akkor most megolvasztom a havat. 2 perc, 1 perc. És akkor tudok írni? Várj, tab. Most üzé. Igyál egyet, barátom. Hát ez nem túl üzé. Bizonyom gerjesztő a víz. Ne bazd meg, üzé, fosik. Jó, most már nem vagyunk szomjasok, szóval most már, idején, most már más bajunk van. Jó van, várjál. Már megint izé, megint bajod van, bászor. De van nekem ilyen antibiotikumom, talán erre jó lesz. De, adjunk be, ott van-e? Hát, hogy mire jó, mire akarjuk használni, nem mindegy, bászor. Izére. Fosás nem vitt el? Az nem nagyon dobj, nem jó, nem nagyon volt jó, várj, ezt megint meggyújtom. Start fire. És akkor most mit szeretne a, izé, a dolgozó, hogy csinálják? Igazából szerintem elmegy a nap itt ellájtoskodok, aztán nyíj, vagy mi van, vagy... Már mennék tovább, hallod? Meg erre tűzre kell dobni majd bazze, mert nagyon hamar elég. Egyébként szerintem megy le a nap, lehet, hogy akkor kezdődik ugye a harmadik nap, D3. És akkor lehet, hogy esetleg Tomást is fogok itt csinálni, mint... Bockolom magam. Mi csinálta? Ez mi volt? De most őszintén, hát ez mi volt, bazze? De most ez miért? Dobjál rá sztikket. Komolyan van, megvadulok, hogy itt eddig tart megrakni egy tüzet. Ó, tehát már... Húljon el az idő, aztán ne legyen... Come on, come on. Az előbb elcsesztem, mi lehet olyan? Akkor mégiscsak, de fasza. Nincs elég bajunk, mi? Közben valaki hegedül, bazze, itt van valami, de... Zenekar. Hát a mögött, mindjárt hátra nézek, csak megrakom a tüzet. Gyógyts meg! Ége... De most mi a szar? Add föl. Aha, ez volt a baj. 1 óra 5 percig... Aha. Jó. És most mit szeretnénk csinálni? Nézzük meg az izét. Mi bajunk van? Jó, ez tök jó. Fosunk. Én van, hogy mivel tudnád elmulasztani, aha. Ezt itt te. Vagy pedig 10 óra múlva magától meggyógyulunk. Már miért ne? De jó. Ez meg. Ez egy gyakorlatilag nem gyógyulunk meg. Jó, ez igazából teljesen jók vagyunk. 4 fokos hőérzetünk van, de megdögleni talán nem fogunk. Nappa van. Igazából az időt ezt fogalmam sincs hány óra lehet, de jó van. Ezzel kellene valamit csinálni. Valahogy biztos lehet vele, várjál. Én ezt nem ezt akarom. Nem meltelni akarok. Hanem boil. Fel akarom forralni. Boil. Forraljuk fel, és akkor megisszuk azt talán, akkor majd jobban. Igen, fel kell forralni, tudom, bocs.
Nem tudom, miben forralom Perkonben. De mindegy, várja, most megnézem az inventory-ba. Itt van. És ez már faszavi. Várjunk, volt itt kraftolás-e? Várja, ma nézzük már. Fogalma sincs. Ding. Igyel egyet. Jó volt ez, gyerekek, beküdtük. Emberre vagyok kíváncsi. Hát igen, itt ez majd le fog múlani, mert hülye volt a keeper. Igazából ezzel jó, lehet 1,7 liter, meg ez. Az úgy megoldaná a problémát, de is múlik egyébként. Más probléma, úgy látom, nincs is. Itt a galória, ugye? Gondolom, hogyha elfogy, akkor mit tudom én, bajunk van. Nem gondolkozok, körül kéne nézzem máshol is. Lehet, hogy megyek egy kört, meg összecsapom azokat a izéket, azokat a fákat, azt akkor lesz tüzelőanyagom. Ugye volt itt. Ebben nincs semmi van. Ugye, itt kell, úgy látom, ez mi? Ezt néztem ma? A breakdown. Feltörjük, hát ha van már valami mi. Ott van, hogy kettőre a fát találtam. Most nem az, hogy ki az a hülye, aki dobozba rakja a fát. Breakdown, törd össze. Ó, de... Ja, hogy? Jó, hogy úgy töröd össze, hogy akkor abban lehet valami. Apám. Úr, valami tablette. No. Na, megyek be pihengetni, mert... Hoppa, érdekel, azt meg mindig elnézem egy sátornak, vagy pedig egy leszálló, vagy űrhajó leszálló izének. Jó, mindjárt. Tüzecske leégett, dob, minden megint. Ah, lehet ilyet is rakni hozzá, figyeled? Dobjak hozzá ilyet? Biztos jobban könnyen. Ááááá, sokkal gyorsabban meggyullod, ez a jó, gyerekek. Lehet izét, torcsot is csinálni belőle. Ezek a stickek, ezek nem nagyon sokáig égnek, azt nézem. Jó, a gyerekek, múljon el a nap, vagy nem tudom micsoda. Várjál, nem lehet izélni? Mit lehet itt meg? Light source. Journal. Ez ilyen naplószerű akármi, ugye? Campfire first at... Igen, most ezt, erre lehet ezt használni haza? Most ezt mindig ki kell választanom, hogy mire jó. Ah, meggyógyítottam magam. Na, igen a napnak, gyerekek. Jön a harmadik nap. Pörögnek az események, mint az őrület. Nem rossz egyébként. Most, hogy van story mód, és nem csak így vagy bele a nagyvilágba. Már tetszik. És mit kell csinálni? Jaj, asszal. Mit kell csinálnom? Bazze, ez kurva gyors volt, állj meg! Valami olyan tüzet kell építeni, hogy 8 óráig elég? Várjál, nem tudnék ide beljebb rakni? Azon gondolkozok ám. De most ez annyira idegesít, hogy nem tudok oda belőle. Na mindegy. Jó. Gondolom akkor most az van, hogy itt... Igen, folyamatosan a tűz. Gyakorlatilag. Megpróbál arra rávinni. Közben meg lehet, hogy változni fog. Jó, srácok, no problem. Berakjuk a tüzet, és akkor pakoljuk folyamatosan. Gyakorlatilag az éghető anyagokat megpróbálom rárakni. Ugye valami 9 óráig, vagy meddig? Ne szórakozzál, more, bazzer! Dobjunk hozzá egy kis időt is. Bönzint. 32 perc, várjál.
Már 1 óra 40 valameddig, és nincs több üzemanyag. Körül kéne néznem, mindjárt kimegyek. Csak egy kicsit melegedjek meg, jó? Ó, hát ez most nagyon dobja a meleget. Figyelj, belehalok, ez mindjárt jobb lesz, mi? Na, 11 fok. 1 óra 51 percig még ég. Mindjárt körülnézek odakint, egy kicsit melegedjen a csávó. Gondolom akkor ilyenkor megy fölfele, nem? Hogy ez nem úgy kéne lennie? Nem nagyon mi. Hát gyerekek, körül kéne ott kinéznem, nagyon fúj a szél, hogy nem tesz jót nekem. Jó, csapjuk. Ó, szerintem meggyógyult a lábam, mert... Aztán nagyon fázik, hallod? De legalább vannak új stickek, meg ezek. Ah! Meg lesz ez, jó lesz. Potyogott sok fa. Könyvek. Ezek mehetnek szerintem gyújtósnak. Megyek vissza, aztán... Megmelegszek, megyek. Mondj gyerekek, dobok rá valamit, jó? A hangkönyvet is hozzá lehet szórni, figyeled? Fogunk már 2 óra, figyeld-e. Három óra. Három óráig ég. 4 óráig, jó. És 25 fokos a tűz, gyerekek, hogy rászórtam. Nagyon jó. És jó fölnyomom. Ezt megyek, megint gyújtok ezért fát. Nagyon tetszik egyébként ez a dolog, gyerekek. Csak egy kicsit, nem tudom, valahogy gúgyát jól lenne szerezni. Gondolom, majd ki fogunk innen mozdulni, vagy valami. Hát nem itt fogok héderezni. És még itt a és a medve is éhen döglött. Hány fok van, Morir? Mondjad még nekem. 9 fok, gyerekek, nagyon jó. És itt van a izőm, hogy 51%. Hát itt még mindig nem tudom milyen... Ja, még mindig fosik a gyerek, jól van. Azt írja, hogy 10 óra múlva elmúlik, nem nagyon múlott el. Ja, meg a keze egy kicsit le van robbanva. Ja, meg kezdünk ilyesek lenni, vassze, figyeld. Szomjas ilyes. Ujjjjjjj, várjál. Nincsen valami pi... Izét akkor melegítek közbe. Hogy kell azt? Fül? Fuel, food, water, ennyi mondjuk egy két liter vizet melegítünk. Igazából megy vele az idő, de nem gond, mert most van tüzelőanyag, látod de. És akkor meg is fogom, ez micsoda? Várja, lehet tizéni. Tisztítani is. Szerintem akkor az jó lesz. Majd megnézem, milyen víz lett ebből. Igen, és jó is az a víz. Igyunk. Ezt most maxra belettem, és még maradt egy csomó. Ez jó. Kajám azt szerintem nem tudom mennyire van. Szerintem egyáltalán nincs. Kajám az nincsen, jó van. Ubaze, oda nézzél, hallod, kicsit sötét van. Campfire. Jó, menjünk fire, nem? Folyamatosan táplálni kell. Most nagyon melegünk van, jó van. Közben nem tudom, mi volt ez a hanghatás. Szellentettünk egyáltalán, vagy micsoda? Török egy-két ilyen gályát. Ez csak sticket ad. Jósan megyünk vissza, megmelegedni. Csúnya éjszaka van, gyerekek. Rádobjak a könyvet. Jó, izé, jó, meleg lett tőle. Take torch. Ezt is akartam. Jó. Nem rossz. Nem rossz az egész. Tetszik. 36 fok. Jó, 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 jó. Kajám nincs, basszus. Honnan a pür... Ez mi? Itt a torcsom, ugye? És a food, rá megnézem... Nem az a food. Hon a food? Nincs is a food. Hol van? Food and drink. Csak piám van.
Megmelegszünk, kimegyünk, volt ott egy láda, azt megpróbálom szétben, nem tudom egyébként miért termelődnek a ládák, de jó van. Örülök neki, nem azért. Hú, befú... Ne szórakozz el ott! De nem látok semmit, hallod? Itt van az a doboz-e? Szígy töröm, mint a szart. Kezdünk küzélni. Most megyek vissza. Hallod? Kezdek megfagyni. Most mi vagyunk? Van olyan furán viselkedik a karunk. Ja, meg akarja gyújtani. Elfújta a szél, hallod? Beszarsz. Ja, van egy csomó időnk. Torcsot nem tudom már... Ja, bazza, eldobta hallod. Mondom, ezt nem tudom elrakni valahol. Szerintem még forradom kéne vizet. Akkor miért ne? Megy vele az idő is. Meg igazából... Annyi baj, hogy egy kicsit éhesek vagyunk, azzal lehet, hogy lesz probléma. Lesz vízünk, ugye azzal már nem kell akkor foglalatoskodnunk. Tetszik különben, teljesen jó a játék, gyerekek. Nagyon jó, nagyon jó. Gangsternek nagy kedvenc játéka volt, ugye Gangster? Ez még 47 fokot csinál. A gyerekek, hallott, beleizzadtunk az a bőrgatyába már. Bőrgatyába vigyázni kell, mert... Nagyon bele tud párlani a dolog. Na. És ez így eszembe jutott, nem tudom. Hogyan, mit akartam megnézni? Hány fokos? 28 fokos hőérzetük van a gyerekek, még a benne szobában is. Nagyon rossz lenne az. Kicsit körül kéne tekintenünk. Az a baj, nem látok kettőig. Vagy a torcsot felveszem. Medd már fel, more! Tég torcs. Jó, hány? 4 óra. Körülnézek, de elfújja a szél. Bassz meg, elfújja a szél! Ez mennyire, izé... Hitel, hiteles. Ilyen dobozokat keresek, vagy valami ilyesmi, nem. Jó van, éhes vagy, szomjas vagy, halisten. Jó van, éhesek vagyok, halisten. Az hiányzott. Nem veszünk el helyen. Ennyi, ahogy... 46 fok, plusz 46 fok. Tök jó, várjál, most nem ezt akarom, ez a... Mi mész oda? Dobd el ezt a torcsot, vagy valamit csinálj magaddal. Jó, meggyújtott a hal elője. És meg főt vágtam, jó van. Oké, üzét akartam, inni akartam egyébként. Használjuk ezt a radiál menüt. Van annyi, mint a sár, úgyhogy... Inni azt tudunk. Ah, igen, neki álltak muzsikálni, de jó. Az nem tudom, az ikonot fönn mi, az valami... Mi belkerülünk egy ilyen védettebb helyre, gondolom az lehet. Az mi az a szem? Á, meg hej. Az mi? Mi a szar az? Az mi? Ott len? Ha? Ez. Drained, fáradt, hülye vagy, van olyan? Lehet aludni? Té vagy valami csoda? Biztos lehet, nem? Várjál, nincs olyan. Weapons, navigation, haha! Ezzel hogy lehet aludni? Biztos lehet, hát nagyon fáradtak vagyunk. Na, itt abba dögünk bele, hogy el vagyunk álmosodva. Nincs map. Valami craft menüszerű, gondolom majd lesz róla tutoriál. Itt izé... Le lehet venni az ümögöt, hogyha gondoljuk, meg a followert. Izé, kalória az... nagyon szarú vagyunk te. Meg nagyon fáradtak vagyunk, hogy mi az. Drained. Jó, majd mindjárt kiderül. Fek, hogy leül le, vagy valamit csinálja az. Tényleg nincs olyan ti, vagy valamelyikkel? Aha. Saving? Mentett? Valami történik? Megdöglünk, vagy mi?
Hány fokosok vagyunk, gyerekek? Nem, amizé megizzadunk tényleg. Ezt nem, hogy a izé a... Mi fogy a izéből a... táskámba? Ja nem, egyre kevesebb cuccot tudok cipelni, nézd a maxia. Gondolom a fáradtság függvényébe, figyeled? Na érdekes. Ma merne az idő bele, vagy... Tényleg nincs időpörgetés? El nem hiszem, hallod. Nézzük már meg itten. Biztos nincs-e. Várjál, nincs-e. Mi ez? Back. Nem látok olyat. Nincs-e? Eskü nincs olyan, nem lát. Esküszöm, nem látok. Ja, na, az éjszakát kell kibírnom, azt írja, ugye. 9 órát. És még már rohadt fáradtak vagyok, már vörös is elizzik a szemünk. Meddig hat a izé? Ja, itt mutatja, hogy meddig hat. Aha. Elég közel azért, vagy elég távol. Tök jó, hogy most már akárhol rakhatsz campfire-ot. Régebben ugye mindig házakat kellett keresni, meg olyan helyeket, jól volt valami tűzrakóhely. Vagy egyébként nagyon életű. Nem pofáznék ennyit, akkor te bele is érnénk magunkat, hogy nagyon el vagyunk hagyadva mi itt ebbe a bárlánkba. Nem tudom, hogy francba lehetne aludni. Na nézek, még nézem a gombokat. Fogalmam sincs. Megnézzük a jövőt? Billentyűzet kiosztás. Nem hiszem, hogy nem lehet aludni, hallod. Start fire. Komolyan mondom, nem lehet aludni. Hogy vak vagyok? Biztos, hogy lehet. Jó, közben rendelődhetünk, mert ugye ilyenkor is megy az idő. Csak itt lenne az alvás, nem? És még 21%-os a... Hogy nevezik a... Nem tudom, mi ez. Ehesek is vagyunk, meg minden bajunk van. Hát, hogy kéne valamit csinálnom közben, azt akkor jobban menne az idő, nem? És ezért is torcsot is rá tudtad dobni, az jó. Ja, valamit kéne lehet csinálni, oda gondolkozok. Melegítsünk vizet, vaze. Jó, akkor így elmegy az idő vele. Menjön még ennek a napnak, gyerekek, azt akkor jó lesz, bajom. Fölforralom, jó? Annyi vízünk lesz, gyerekek. És hiváták be el leszünk, de figyelj, egyre rosszabbul vagyunk. De majd nincs kaja, hallod? Fáradtak vagyunk. Ops! Mi történt? 4-es nap, gyerekek, és ez már a következő részben fog megtörténni. És várlak benneteket természetesen, nagyon. Igenis, valami kaját kell szerezni. Következő részben várlak benneteket, szerintem epikus a játék, nagyon csapjuk neki majd következőleg is. Sziasztok, jók legyetek!